A Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör 10 éves fennállásának alkalmából jubileumi antológia címmel jelent meg kötet, melyben azon írók alkotásai találhatók meg, akik hajdúböszörményi származásúak, vagy valamilyen szállal a városhoz kötődnek. Ehhez kapcsolódóan tartottak kötetbemutatót, valamint felolvasóestet december 16-án a Magi Zoltán Művészházban. Az esten megjelenteket elsőként Pafür János, az irodalmi kör elnöke köszöntötte. Hát tulajdonképpen annyi magyarázatra szorul ez, hogy 10 évesek vagyunk, hogy egyébként egy kicsivel több, hiszen 2009-ben volt egyébként az alakulőülésünk, 2010 óta működünk hivatalosan, hogy mióta a bíróság is bejegyzett minket, és hogy ez az antológia 10 éves évfordulóra jött ki, az azt jelenti, hogy tavaly kezdtük el a munkát, de hát idén lett kész, mert le kellett pályázni, össze kellett szedni a szövegeket. És hogy emlékszem vissza, hát a 2009-es alakulőülésen azt hiszem 51-en voltunk, most is vagyunk 30 néhányan, hát sajnos sokak eltávoztak közülünk tagok, mégpedig olyan nagyon fontos tagok is, mint például Csiha László tanáról, vagy Székely Hidi Ágoston, vagy Nyakas doktor úr. És a kezdetekkor rá 2 évre az alakulóülésre megalakult a hajdúböszörményi írótábor. Az alapszabályunknak az egyik legfontosabb szeglete az, hogy tehetséggondozással foglalkozunk, és ezért jött létre a hajdúböszörményi írótábor, ami viszont tényleg idén volt a 10. alkalommal megrendezve, és onnan jött az ötlet, hogy mégiscsak egy 10 éves múltra visszatekintő egyesület valahogy összefoglalja szépirodalmi szövegek által azt, amit eddig dolgozott, munkálkodott, és hát az antológiába a helyi alkotók, illetve irodalmi körtagoknak a szövegeit foglaltuk össze. Ugyebár említetted, hogy tehetséggondozással is foglalkoztok. Hogyan tudjátok segíteni azokat, akik frissek, vagy éppen az írásra adják a fejüket? Hát amikor a böszörményíró tábor indult, az sem tulajdonképpen már nem az, ami annak idején indult. Egyrészt 30-an voltunk, most meg már hát több száz fős lett az írótábor. Itt az írótábornak az a fő lényege, hogy kortárs alkotók szeminarizáló jelleggel oktatják a jelentkező pályakezdő írókat, költőket, de már még azt sem tudom mondani, hogy pályakezdők, hiszen van, aki 10 éve velünk van, úgyhogy aki idejött 14 évesen, az már most 24 éves, azt is mondhatnám, hogy befutott költő lett, de még mindig visszajár, hiszen a nagy öregektől mindig jó tanulni. És eleinte mindig volt társművészeti szeminárium, amikor a szépirodalmi szövegek mellett lehetett elmenni mondjuk színjátszásra, vagy versmondásra is, vagy éppen néptáncra. És amikor ezeket a szövegeket elhozzák magukkal az első napon, azzal elkezdenek dolgozni az íróiskola vezetők, és az utolsó napon pedig egy vizsgadarabot mutatnak be, hogy honnan, hová jutott el a szöveg, és itt ugye nem engedjük el a kezüket a tanulóknak, vagy a gyerekeknek, mert publikációs felületet biztosít neki, vagy biztosítunk nekik, mert sok olyan tanárunk van, aki például irodalmi folyóiratnál szerkesztő, főszerkesztő, illetve kiadónál is dolgozik, és hát ott folyamatosan megjelennek ezeknek a idézőjelbe tett gyerekeknek, akik nekem még mindig gyerekek, hiszen 14 évesen ismertem meg őket, ezeknek a gyerekeknek itt jelennek meg szövegeik. Az egykori tagok, akik ugye nálatok volt a tehetséggondozásban, tudják esetleg az új tagokat inspirálni vagy segíteni? Persze mindenképpen, hiszen látják azt, hogy aki mondjuk a böszörményi írótáborból indult, és mondjuk ténylegesen innen nőtt ki, hiszen tényleg nagy dolgokról van szó, mert azért jó néhány olyan gyerekből lett fiatal író, akik például, és ezt nagyon büszkén el is mondom mindenki előtt, majdnem most először nyilvánosan, hogy a Móricz Zsigmond ösztöndíjat 4-et osztottak ki olyan fiatal pályakezdőírónak, aki a hajdúböszörményi írótáborban kezdte a pályáját. És ez azért mindenképpen motiváló azoknak a mostani fiataloknak, akik látják azt a fejlődést az egyel idősebb generációban, hogy hiszen ők is itt indultak, és nagyon eredményes pályát tudtak befutni. Ugye most itt vagyunk egy jubileumon, egészen pontosan egy 10 éves jubileumon, aminek az alkalmára megjelent az antológia című kötetetek. Erről mit lehet tudni, illetve kinek az írásai jelentek meg benne? Itt kimondottan olyan alkotók vannak, akik vagy hajdúböszörményben élnek, szorosan köthetőek hajdúböszörményhez, vagy a Kertész László Irodalmi Kör tagjai. Úgyhogy így válogattuk össze, hát mindenkit felkértünk, hogy küldjenek el szövegeket. Mindegy volt, hogy vers, vagy próza, vagy novella.
azt összeválogattam, és hát ebből alakult ki az antológia. Én azt hiszem, hogy közben lesek, hogyha néhány név azt esetleg felsorolhatom-e, hogy kik vannak benne. Hát ugye Áfra János, Balázsi Endre, Balla Sándor, Balla Zoltán, Bánfai Zsolt, Barak Beáta, Bátai Tibor, Cégény Nagy Erzsébet, Endes Ilona, Gelnénni Marjai Katika, Kisbatta Rozália, Konyári Ildikó, Pap Gréta, én, Szabó Péter, Szegedi Eszter és Török Péter. Ugye már a 10 éves jubileumot említettünk, úgy gondolom vannak a jövőre tekintve is ötleteitek, hogyan képzelitek el az elkövetkezendő 10 évet? Hát legalább ilyen aktívak szeretnénk lenni. Már most ugye készülünk a 11. Hajdúböszörmény írótáborra, túl vagyunk egy jubileumon, és hát szeretném azt, mert időközben az 5. vagy a 6. Hajdúböszörmény írótábornál megszűnt a társművészeti szeminárium, hát forrás hiányunk volt, és nem tudtuk megrendezni, és szeretném már most idén visszahozni a társművészeti szemináriumot, illetve lesz 2 új íróiskola vezetőnk, akik csatlakoznak hozzánk, meg hát egy kicsit bővíteni, mert olyan 100 fős taglétszámba határoztam meg az írótábornak a maximális létszámát, hiszen egyszerűen kezelhetetlen már, és ezt igyekszünk megemelni most egy olyan 20 fővel. Kis Attila polgármester köszöntőjében megfogalmazta, egy olyan irodalmi körről van szó, akik aktívan tevékenykednek, valamint évről évre tábort is szerveznek, ami egyre nagyobb érdeklődésnek örvend.